Javában zajlanak az építési munkálatok az új fehérgyarmati görög katolikus bölcsőde épületénél, így fog kinézni az új intézmény. Az épület ünnepélyes alapkőletételére most került sor, a teljes akadálymentes épület családbarát intézményként hozzájárul a családok életminőségének javításához, a szülők munkavállalási esélyeinek növelésére. A szülők jó helyen tudhatják gyermeküket, akik szép körülmények között olyan lelki nevelést kapnak, amelyre a későbbiekben is építeni lehet, hangzott el az ünnepségen. Amikor Fehérgyarmaton egy alapkövet leteszünk, egy bölcsődének az alapkövét, amiben a legkisebbek fognak majd nevelkedni, akkor ezt ezzel a reménnyel és hittel tesszük le. Hogy látjuk, van benne valamennyi tapasztalatunk, hogy azokban a bölcsődékben, ahol gyermekek járnak hozzánk és az ő családjaik, már ott el tudjuk kezdeni az evangéliumnak az átadását. És ez egy nagyon nagy dolog. És ha utána ezek a gyermekek jó alapot kapnak, kősziklára kezdik építeni az életüknek a házát, akkor minden remény megvan arra, hogy majd ha jönnek viharok, mert mindenkinek fog jönni a megállni. Hát mi ezzel a hittel és ezzel a reménnyel alapítunk bölcsődét itt, hogy úgy neveljük majd itt a gyermekeket, hogy ők biztosan megálljanak majd a lábukon, és jól tudjanak majd élni. A négy csoportos bölcsőde 48 gyermeknek és családjaiknak biztosít majd lehetőséget a gyermekek elhelyezésére, valamint 13-15 munkavállalónak nyújt megélhetést. A város alpolgármestere az ünnepségen elmondta, Fehérgyarmaton minden egyes munkahelynek, minden egyes lehetőségnek nagyon örülnek. Mert ha egy gyermekben azokat az elveket, azt a szeretetet és azt a elhatározottságot és azt a kitartást tudjuk felépíteni, ami alapján jöhet bármilyen vihar az életében, tud ragaszkodni azokhoz a dolgokhoz, amit ő hittel és becsülettel képviselni tud, akkor az azt jelenti, hogy a világban bármi történik, bármi esemény, őt ebből kimozdítani nem tudja, és ő a későbbiekben kősziklaként fogja a saját elveit képviselni, és vélhetően a saját elveit fogja továbbadni majd az ő gyermekének. Közel 600 millió forintos, 100%-ban támogatott pályázati forrásból épül meg a fehérgyarmati intézmény.